8-a és 10-e között 28. alkalommal rendezték meg a falu ünnepet Galgahévízen. Magazinműsorunkban ezúttal a rendezvény szombatesti és vasárnapi eseményeit idézzük fel. Idén is volt karitásztábor Kartalon a helyi hittanos gyerekek számára. A táborban ebben az évben közel 110 gyermek vett részt. Augusztus 6-án és 7-én rendezik meg a barokk kastélynapokat Gödöllőn. A rendezvény programjairól, különlegességeiről Gönczi Tibor, a Királyi Kastély ügyvezető igazgatója beszélt televíziónknak.